Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Közeledik lassan az évvége és esedékessé válnak a bértárgyalások, az évvégi bértárgyalások a nagy szakszervezeti konfederációk és a kormány között, csak hogy évről évre az a tapasztalat és ilyen visszajelzések érkeznek hozzánk, hogy magukat az érintetteket nem kérdezik meg erről a témáról, tehát a magyar dolgozókat hagyják ki tulajdonképpen. És a mi az ánk mozgalom, Álláspontja szerint ennek normális esetben úgy kellene működnie, hogy a nagy szakszervezeti konfederációk és akik alatta vannak a tag szakszervezetek megkérdezik a szakszervezeti tagokat, hogy nekik mi az elképzelésük, úgymond milyen kéréssel érkezzenek ezekre a tárgyalásokra, csak hogy, még egyszer mondom, ez nem történik meg, és ezért nem is lehet azon csodálkozni, hogy várhatóan olyan minimál béremelés és olyan garantált bérminimum emelés várható, amely még arra sem lesz elegendő, hogy az infláció mértékét lekövesse. Mi azt gondoljuk, hogy ameddig ez így van, és gyakorlatilag nem kérdezik meg a magyar dolgozókat arról, hogy milyen béremelést szeretnének, addig ezeknek a tárgyalásoknak, olyan túl sok értelme nincsen, és nem is lehet őszintén szólva azon sem csodálkozni, hogy teljes körű apátia uralkodik a magyar munkavállalók körében, és nem érdeklődnek a szakszervezetiség iránt, mert úgy látják, hogy nincs értelme. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom szorgalmazza minden érintett számára, hogy vegyék komolyabban ezt a kapcsolattartást a magyar munkavállalókkal, a szakszervezeti tagokkal, és kérdezzék meg őket széles körülön, hogy ők mit szeretnének. Mind a mellett természetesen hozzá Szeretném fűzni, hogy vannak olyan szakszervezetek és olyan szakszervezeti vezetők, akik viszont becsülettel keményen küzdenek a tagjaik a dolgozóik érdekeiért. Ezeket azért kell kiemelni, hogy ez a pozitív példa legyen ragadós, és a nagyobb szakszervezetek, a nagy szakszervezeti konföderációk is róluk vegyenek példát, és így folytassák tovább munkájukat, mert az könnyen belátható, hogyha. Gyenge a szakszervezetiség, nincsenek szakszervezeti tagok, akkor nincs erős magyar dolgozói érdekképviselet sem.